Köszöntelek benneteket a csatornámon, örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap asztrológiai üzenete 1919. október 10-én. A terület, ahol én dolgozom, mint asztrológus, ez az indiai vagy védise asztrológia. Az indiai vagy védise asztrológusok másképp számolják ki a horoszkópot, ezért ne csodálkozzatok el, hogyha én mondom, hol található a nap és a hold és a bolygók. Ez más. Ez más számítás vagy technika, mint ahogy mi Európában ezt ismerjük. De ez az indiai védise asztrológia sokkal precízebb. És ez pontosan az, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámolják. Ami még más az indiai vagy védise asztrológiánál, hogy ők a mondházakkal is dolgoznak. 27 mondház van az indiai asztrológiában, és ez a holdnak a napi mozgását mutatja. Ma egy növekvő hold szakaszának napját éljük, 13-án lesz telehold. Mond az indiai asztrológia területén a Satabisa holdházban található, ami annyit jelent, hogyha leküzdtük a félelmeinket, szerencsénk lesz, és örülhetünk a sikereinknek. Ez a szó Satabisa a szanszkrit nyelvből jön, és ez azt jelenti lefordítva 100 szerencse. A Mars bolygó energiája jelenti, hogy milyen irányba tegyünk lépéseket, mi a fontos a mai napon. Rendet kell, hogy tegyünk a ház környékén, vagy valamilyen szituációban tisztáznunk kell valamit, okos döntéseket hozunk jelen pillanatban. A mai napon az is előfordulhat, hogy valaki kritizál bennünket, és emiatt dühösek leszünk. Merkur bolygó a mérleg jegyében található, és ez annyit jelent, hogy kapcsolatok, beszélgetések várhatók. Lehet az is, hogy a jogi események kerülnek a középpontban, vagy egy párkapcsolat. Merkur bolygó hatásánál lehet az is egy szerződés aláírása. A mérleg jegy energiája mutat szépséget és harmóniát. Viszont ügyeljünk a belső egyensúlyunkra. Merkur bolygó a Svati holdházban található, ez szintén a szanszkritból jön, lefordítva annyit jelent, hogy én a magam ura vagyok, és foglalkoztat a lelki világom. Ez a jelentése ennek a mondháznak. És a Merkur bolygó energiája pontosan ezt tanítja velünk a mai napon. Vénusz vagy Afrodité, a szerelem istennője, szintén a mérleg jegyében található, és ez annyit jelent, hogy a szerelem istennője itt otthon érzi magát. És a párkapcsolat egy nagyon fontos téma, nem csak a mai napon, hanem a következő napokban is. Jupiter bolygó vagy Zeus a görög mitológiából szerencsét hoz nekünk. Különösen a Szkorpión jegyében születetteknek. Szaturnus bolygó kapcsolatban áll a mi sorsainkkal. Az ő hatása alatt nagyobb változások történnek az életünkben, és ez pontosan a nyilas jegyében születettekre hat. A nyilas jegyében van természetesen egy nyíl, és mutatja
az utat, hogy melyik irányba tekintsünk. A nyíl mutatja a centrumot, a galaktikus centrumot a tejúton. Spirituálisan ez azt mutatja, itt vannak a vágyaink. És ez a centrum. És pontosan ebben az irányba kell, hogy tekintsünk, és feltenni a kérdést, mik a vágyaink, mit szeretnénk elérni, mi az, ami lelkesít bennünket. És most még pár szót a külső bolygókról. Uránusz a Kos jegyében található, ez változásokra vagy egy új kezdetre utal. Neptun bolygója a vízöntő jegyében mutatja a gondolatainkat, az ötleteinket és az álmainkat. Plutó a nyilas jegyében található. És Plutó mond nekünk valami fontosat. Vagy mindent, vagy semmit. És ez volt a napi indiai asztrológia. Köszönöm figyelmeteket, minden jót kívánok, viszont hallásra!